Környezetszépítő önkéntes napot szervezett az Alba Régia Kemp Alapítvány. A találkozó keretében a Bugát Pál Technikum, a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium és a Vasvári Pál Gimnázium diákjai, Helesfai Marcell az alapítvány képviselője és Molnár Tamás a városrész önkormányzati képviselője, a Béketéri Park futópálya és a játszóteret tisztították meg a felgyülemlett szemétől és gaztól. Sokat szóra vagyunk itt fiatalokkal, hogy rendbe tegyük a környéket és kicsit javítsunk azon a állapoton, amit itt hagynak. Egyébként maguk a fiatalok mondjuk hétvégente vagy az áthaladó forgalom a vasútállomásról jöve, hiszen azért látszik, hogy vannak, akik nem figyelnek a környezetükre, és a szemetet elszórva, vagy esetleg a virágágyásokat nem kimélve átsétálva ezeken nem figyelnek oda a környezetükre. A Vasvári Pál Gimnáziumban tanító Helesfai Marcell elmondta, az iskola diákjaival gyakorta tartanak órákat is a parkban, és fontos számukra, hogy tisztaság fogadja az itt élőket, a pihenni szándékozókat is. Ezt a parkot használjuk, akkor gondoltuk, hogy a helybéliek is lássák, hogy nem csak használjuk ezt a gyönyörű parkot, hanem teszünk is érte. Teszünk a környezetünkért, és ezért három iskolát szólítottam meg, az ő diákjaikat várjuk, a környékbelieket, akik nagyon gyakran megjelennek itt, és a diákok is látják, hogy valóban ezt a környezetet használjuk, akkor ne csak lepusztuljon, ne csak használatra, hanem az értékeinek megőrzésére is oda kellene figyelni, ezért hoztam ide a diákokat. Az önkéntes nap üzenete mindenki számára fontos. Épített örökségünk mellett óvjuk, becsüljük meg parkjainkat, és tegyünk érte, hogy a következő nemzedék is elmélyülhessen a természet adta csodákban.